Kocsik László 1966. január 21-én született Ózdon. Kissikátorban nevelkedett, és az általános iskola elvégzése után a József Attila gimnáziumban folytatta tanulmányait. Az érettségi után fiatalon az Ózdi Vasas szerkesztőségébe került, és évtizedeken át publikált az egymást követő helyi lapok hasábjain. Jelen volt az Ózdi Városi Televízió megszületésénél, szakmai tapasztalatait a képernyőn is sokáig kamatoztatta. Újságíró, kulturális menedzser, zenész és egy kis település polgármestere is egyben. Életének szeletei így alkotnak kerek egészet. 1966. január 21-én születtem Ózdon, és itt éltem Kissikátorban a szüleimmel. Gyerekkori élményeim hát csodálatos volt. Végtelenül nagy szeretetben nőttem föl. A családom nagyon-nagyon, néha már talán túlságosan is, főleg a nagymamák, a leginkább az anyai nagymamám, ő aztán oly mértékben szeretgetett szegénykém, hogy néha attól lettem beteg, mert én beteges gyerek voltam, és így utólag visszagondolva, lehet, hogy épp amiatt voltam az, mert annyira vigyázott rám. Vele töltöttem egyébként a legtöbb időt gyerekkoromban, mert ugye apukám is dolgozott, apukám a műszerész üzemben dolgozott a gyárban, anyukám pedig itt a helyi vegyesboltban először beosztott két, aztán pedig hosszú évtizedekig a bolt vezetőjeként tevékenykedett. Tehát ők mind a ketten dolgoztak, ha én otthon voltam, vagy ha ne adj Isten, beteg voltam is, mondom, ez gyakran előfordult, akkor leginkább a Mariska nagymamám volt velem, és ő gondoskodott rólam. De szép volt, nagyon szép volt. Milyenek voltak az iskolai évek? Az iskolai évek is szépek voltak. Az első 4 évfolyamot egy tanteremben végeztük el, egy tanítónénivel. Tehát ez olyan volt, hogy voltak hangos órák, voltak csendes órák, mind a 4 évfolyam ugye egy tanítónénivel tanult, amíg az egyik évfolyamnak hangos órája volt, addig a másik 3 írásbeli feladatot kapott, és akkor azt oldotta meg. És az, ami az érdekes a dologban, hogy nagyon fegyelmezettek voltunk ennek ellenére, nagyon jól neveltek voltunk. Már a felső tagozatot azt Domaházán végeztük el. Mi volt az a meghatározó szempont, amikor középiskola választásra került a sor? Mi motivált téged? A középiskola választásánál, hát én leginkább mindig is a humán tárgyak felé hajlottam, tehát az érdekelt jobban. Ezért nem úgy gondolkodtam abban, hogy én valamilyen szakmát tanuljak, mondjuk a szakmunkásképzőben, vagy a Bród Imre szakközépiskolában, esetleg a Szixiben, hanem a gimnázium jött leginkább szóba, úgyhogy a József Attila gimnáziumba kerültem 1980-ban, a C-osztályban jártunk. Én ott töltöttem 4 csodálatos évet. Farkas Géza bácsi volt az osztályfőnököm, ő sajnos már szintén nincs közöttünk, és egy nagyon jó csapattal jártuk végig a 4 évfolyamot. Nekem a legmeghatározóbb élményem volt, hogy ismerhettem és tanított engem Takács Józsi bácsi. Ő tanította nekem a franciát, és ő tanította a magyar irodalmat és a nyelvtant is. Hát Józsi bácsival nagyon, nagyon jó viszonyban voltunk. Ő tudta, hogy hamar kiderült, hogy én vonzódom az irodalom felé. Az érettségi után ide figyelj, én, ha most végig gondolom, igazából nem volt nagyon határozott elképzelésem, hogy lesz később, érdekes módon, nem. Nem tudom azt mondani, hogy igen, én gyerekkoromtól erre és erre pályára készültem konkrétan, mert akkor ha ezt mondanám, hazudnék. Nem volt. Próbálkoztam egy évig, érettség után tanítottam képesítés nélkül Ózdon a Vasvári iskolában. Az rögtön kiderült, hogy ez nem biztos, hogy nekem való pálya. És aztán utána talán gyorsan, nagyon nagy szerencsém volt, hogy gyorsan megtaláltam a helyemet az akkori Ózdi Vasas szerkesztőségében. Apukámnak egy ismerőse találta ki, hogy tehát vidd be ezt a gyereket, tudom, hogy van érzéke a fogalmazáshoz, az irodalomhoz, az újsághoz, kérdezzétek már meg, vagy segítek én is, ismerem a főszerkesztőt, szegény, szép emlékű Tóth Pista barátom, aki már szintén nincs köztünk, ő volt a főszerkesztője az Ózdi Vasasnak.
bementünk hozzá, és akkor azt mondta, hát próbáljuk ki ezt a gyereket, és akkor majd kiderül, hogy sikerül-e neki. És szerencsére sikerült, ott maradtam, mert az újságírás ugye, ez olyan jól hangzott. Hát nekem is tetszett, de jó, hogy újságíró leszek, milyen nagy dolog ez. És aztán, amikor elküldött először a főszerkesztő, soha nem felejtem el, Domaházán egy önkéntes határőr rendezvény volt, nem tudom, már nem emlékszem pontosan, és egy tudósítást kellett készítenem arról. Hát körülbelül 5-6 órát izzadtam, szenvedtem, mire ezt a kb. 60 soros tudósítást megírtam. Hát ti ezt tudjátok, hogy ez körülbelül most már fél álomban, fél óra alatt az ember lediktálja, de nem könnyű, tehát ezt a szakmát is meg kell tanulni, és megtanulni nekem most is az a véleményem, és nem akarom megbántani a kommunikációs szakosokat, hogy nem az iskolapadban lehet. Tehát ez műhely munka, ezt a szakmát csak szerkesztőségben lehet jól megtanulni, és én nekem nagyon-nagyon jó mesterem volt Tóth Pista, a lap akkori főszerkesztője, de említhetném Takács Mariant, vagy Tóth Gyulát, akikkel együtt dolgoztam, és egyengedték a pályámat, megismertetek azzal, hogy hogyan is kell egy hírt megírni, egy tudósítást, egy riportot, egy interjút. És ezt ott megtanultam. Nyilván ezt meg lehet tanulni, ennek a szabályait iskolapadban is, de az nem elég, ha tudom, hogy hogyan kell, ha nem tudom megvalósítani. Tehát itt a véna az, ami döntő dolog. Milyen rovatokat írtál, mikkel foglalkoztál eleinte, és majd az évek folyamán később? Igen, bent az újságnál, ugye, hát ez üzemi lap volt, ez az Ózdi Kohászati Üzemeknek a lapja volt. Úgy pontosan, hogy az Ózdi Kohászati Üzemek pártbizottságának a lapja, tehát ez volt a pontos titulus. Elsősorban tehát nyilván nekünk gyári témákkal kellett foglalkozni, tehát a kohászatban igazán jártasságot szereztem a gyárban, mert naponta mentünk riportot készíteni, és aztán nyilván megfelelő arányban foglalkoztunk városi ügyekkel is, de erre nagyon figyeltek annak idején, még ha a gyár tartja fel, akkor igenis a gyárról szóljon, tehát el lehetett menni egy kicsit a városi ügyek felé, de valóban olyan 70-30% vagy 80-20% arányban elsősorban a kohászatról szólt ez a lap. Akkor még ugye ez nem is kis példányszámban, 10 000 példányban jelent meg ez az újság, és bizony olvasták is rendszeresen, mert jöttek a visszajelzések. A nevedet meghallva nagyon sok ember rögtön arra gondol, hogy igen, az újságíró, így azonosítanak téged nagyon sokan mind a mai napig. Gondolom, hogy nem volt olyan hirtelen vagy éles a váltás, amikor az elektronikus médiába nyargaltál át, úgymond. Nem volt éles egyébként, és ez is annak köszönhető, hogy ebben a nagyon kitűnő csapatban dolgoztam. Én a Városi Televíziónak a megszületésénél igazából ott voltam. Sőt, már a megszületése előtt is ott voltam, mert Tóth Gyula kollégám, aki már szintén nincs köztük sajnos, ő volt az első főszerkesztője az Ózdi Városi Televíziónak. Hát több órás beszélgetéseket hallgattam így, vagy fosztányokat legalábbis ezekből a beszélgetésekből, amikor épített a televíziót már, rajzolt, átgondolta, hogy lesz a stúdió, berakarcsival rendszeresen összeültek, és akkor kitalálták, hol legyen, hogyan csináljuk, milyen rovatok legyenek. Ezt én már végigéltem, és annyira logikus is volt, hogy amikor Gyulaik elkezdték a munkát, akkor hívott, hogy nyilván nem főállásba, de segítsünk. Én a bűnügyi magazint kaptam meg, az első riportom az akkori rendőrkapitány, a dr. Tóth Istvánnal volt a stúdió beszélgetésen a Kékfényben, még ma is emlékszem rá. A Városi Televízió Ózdi Kékfény című műsorában terveink szerint Ózd közrendjének és közbiztonságának a helyzetét szeretnénk feltérképezni. Két hetente jelentkezünk majd, minden alkalommal a legfrissebb eseményekre koncentrálva. A statisztika ismertetése mellett röviden elemezzük a nagyobb közlekedési baleseteket, a jelentősebb bűncselekményeket. Persze már amennyire ez utóbbira lehetőség van a nyomozás kezdeti szakaszában. Milyennek ítéli meg a közrend közbiztonság helyzetét a városban? A város és vonzás körzetében a közrend közbiztonság helyzete szerintem megfelelő. Az elektronikus sajtó, hát egyáltalán az, hogy mennyi, sokszor volt hozzá közöm, sokszor rövidebb időre. Élőműsorokat is vezettem, stúdióbeszélgetéseket, közéleti, politikai, gazdasági kérdésekről. Hát akkor még úgy csináltuk az adást, hogy 4 órakor elkezdődött, és akkor azonnal kiment az éterbe, amit ott produkáltunk a stúdióba több-kevesebb sikerrel. Az nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt, tele voltam mindig feszültséggel,
félelemmel, de a végére, mikor befejeztük, akkor nagyon jól éreztem magam, mert mondom, megint csináltunk valami nagyon jót. És aztán 2001 tavaszán, igen, 2001 tavaszán elhagytam a sajtót, de akkor már teljes egészében az ózdi sajtót. Akkor kirándulást tettem egy más területre, a politika mezejére. Akkor kerültem a közlekedési és vízügyi minisztériumba dr. Fónagy János miniszter úr mellé, mint sajtóreferens, és ott dolgoztam bő másfél évig. Jártunk fönn nála egy interjún a minisztériumba, készítettem vele egy ilyen egyórás beszélgetést, és akkor utána beszélgettünk, és mondta, hogy neki kellene egy ember, aki a sajtós munkáját tudja segíteni. Hát mondtam, János, akkor én ebbe belevágok, és csatlakoztam is hozzájuk. Nagyon más volt az a munka már, mert akkor már ugye másik oldalon állt az ember, már nem interjúkat készített, hanem a Jánosnak az interjúit segítettem, azt készítettem elő, a sajtóval kapcsolatot tartottam, Jánosnak a fórumait készítettem elő, ahhoz a szakmai anyagokat, vázatokat írtam neki. Neki ugyanígy nem kellett beszédet írni, mert ő egy olyan ember, aki két órán keresztül végig beszél gond nélkül, sőt időnként már olyan volt, hogy mindig mondta, hogy na már megint jeleznek, hogy abba kell hagynom, mert integettenek, hogy mennünk kellene tovább egy másik fórumra, mert több órán keresztül képes volt beszélni, de egy vázlat azért sokat segített, hogy valamilyen módon keretek között tudjon maradni a beszéde. Tehát ezzel foglalkoztam, nagyon érdekes volt, nagyon jól éreztem magam, és talán ha akkor nem történik a kormányváltás, ugye 2002-ben akkor a kormány, tehát a Fidesz leváltotta a Magyar Nép, és új kormánya lett Magyarországnak, és akkor mi is váltottunk. Hát János mondta ugyan, hogy maradjak Pesten és segít nekem, de én nem akartam. Én mondom, én hazamegyek, nekem ott vannak a szüleim, nekem ott vannak a barátaim, nekem ott van az életem Ózdon. Hát ő nem is nagyon értette ezt, meg valami őszintén, ha Ózdra visszamész, mondom, vissza én ott szeretnék ezután is élni és dolgozni. És aztán, amikor hazajöttem Ózdra, újra kapcsolatba kerültem a sajtóval, akkor már nem közvetlenül főállásban dolgoztam a helyi sajtóban, hanem másodállásban vállalkozóként írtam a helyi újságot, szintén a bűnügyi rovatot, a kultúrát, ugye, mert ha kultúra, akkor már akkor képbe került, hiszen mikor hazakerültem a minisztériumból, már nem a sajtóba mentem vissza, mint mondtam, hanem a művelődési házba helyezkedtem el, és ott népművelőként, kulturális menedzserként, ahol ma is pillanatnyilag is dolgozom, kezdtem dolgozni 2002 nyarán, még akkor a BÜK-ben, és emellett hívott a Lipárdini Ország Erzsike, hogy 2003. januárjában indult az újság, és én akkor vezessem a bűnügyi rovatot, meg hát kultúrát, meg mindent írjak, így is történt. És aztán nem volt elektronikus sajtó, akkor nem foglalkoztam a televízióval, meg a televízió se velem, és aztán újra 2009 tavaszán hívott vissza az akkori főszerkesztő, a televízió főszerkesztője, hogy csináljak vallási magazint, és még volt egy ilyen bűnügyi magazin, az 112, azt is egy ideig, és az egész úgy zárult le, hogy 2010-ben megcsináltuk a televízió születésnapi műsorát, a 12 hónapon keresztül a másképpet, amit én vezettem már a mostani főszerkesztő Bukovinszky Zsolt kérésére, és én nagy örömmel csináltam ezt, hiszen valóban ismertem a televízió 20 esztendejét, úgyhogy öröm volt beszélgetni a régi kollégákkal. Megpályáztam a Ózdi Televízió vezetését, ezt a pályázatot elfogadták, és így kerültem Ózdra. És miért pont Ózd? Tehát hogy jött éppen Ózd? Hát az országban annyi kis televízió van. Hát kisebbek, nagyobbak, nem tudom, valahogy az Ózdi Televízió olyan szimpatikusnak tűnt számomra, mint mondtam, tehát ismertem néhány munkatársát. Megbízható jó munkaerőnek tartottam őket, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen csapattal jó lesz együtt dolgozni. Jelenleg kulturális menedzserként, művelődés szervezőként dolgozol.
a kreativitás az most is az életed része. Mesélj a mostani munkáról. Igen, és érdekes dolog, hogy nincs ez messze, rokon ez valamilyen módon a sajtóval. Ugyanis itt is az a feladat, hogy valamilyen módon információkat adjunk az embereknek, valamilyen módon segítsük, tanítsuk őket. Andragógiának is mondják ezt, felnőtt nevelésnek, már most úgy is hívják a legújabban szabaduló diplomásokat, hogy andragógusok. És ugyanúgy talán az újságírás is ezt a fő célt szolgálja, hogy valamilyen módon értéket közvetít, és a kultúra is értéket közvetít. Mi is erre törekszünk. Megint egy új szakma volt. Tehát én érdekes dolog, 1985-től 2001-ig, az 16 évig, az 16 évig sajtó. Semmi más sajtó. És aztán utána nagy hirtelen lett minisztérium, aztán utána lett kultúra, akkor viszont gyors váltások jöttek az életembe, és ezt mindent meg kellett tanulni, mert ez a rendezvényszervezés, ez a kulturális munka, ez is egy nagyon komoly és nagyon összetett feladat, amit az ember nem tud a kis ujjából szívni. De nagyon sokat segítettek itt is a kollégáim, hál' Istennek befogadtak, és nagyon jól tudtunk és tudunk is együtt dolgozni. A munkám nagy részét a különböző csoportokkal való foglalkozás, csoportoknak a menedzselése teszi ki. Hozzám tartozik az Ózdi Városi Vegyeskar, aztán a Lajos Árpád Honismereti Kör, az Omni Zenész Színház, a bélyeggyűjtő szakkör. Nekik keresünk, pályázatokat írunk, próbáljuk a programokat szervezni számukra, és minden módon szakmailag segíteni a munkájukat. Ez egy nagy szeret. Aztán sokáig az én feladatom volt a sajtó kapcsolatoknak az intézése, most már egy másik kolléganő végzi. Tehát, meg hát ugye dolgozunk együtt a nagy rendezvények, nagyvárosi rendezvények, ott minden kész kell, ott mindannyian segítjük egymást, és tesszük a dolgunkat. Életed fontos részét, szegmensét képezi a zene. Hova nyúlik vissza ez a szenvedélyed? Hát ez teljesen a gyerekkorra. Ez teljesen a gyerekkorra nyúlik vissza. A zene, én mindig is szerettem középpontba lenni. Szerettem, ha figyelnek rám. A zene erre egy jó lehetőség volt. Akkor még nem tudtam, hogy ez pontos, hogy amiatt kell, de később sokat segített. Sokat segített abban is, hogy tudjak szerepelni más területeken is, a kicsit a politikában, a sajtóban, itt-ott, mert ugye a zenész az pódiumon áll, az reflektorfényben van mindig is, tehát ott tudni kell megszólalni, ott tudni kell viselkedni. Ez megtanított engem bizonyos fegyelemre is. És arra is, hogy emberek előtt ne ijedjek meg, és akkor ha ki kell állni, akkor meg tudjak szólalni. Nem csak énekelve, hanem a prózában is. Itt kezdtem el a faluban tanulni, a helyi kántor úrtól, aki még most is a templomnak a kántora. Ő kántor tanítói végzettsége van, és én őhozzá kezdtem el járni, tanulni. Ő nem csak megtanított engem zongorázni, megtanított engem kottát olvasni, tanított nekem zeneelméletet, amit jól tudtam hasznosítani később a főiskolán, amikor a tanítóképző főiskolán lejártam, én ott énekszakkollégiumot is végeztem. Ehhez kellettek azok az alapismeretek, amiket én itt a Tibi bácsinál megszereztem. És, mint mondtam, utána megtanultam, 2-3 évig jártam a Tibi bácsihoz, és aztán alakítottunk egy zenekart itt helyben, akkor aztán már jártunk bálokat, eleinte bálokba, aztán utána lakodalmakba zenélni. Aztán elkerültem egy ózdi zenekarhoz, és sok éven keresztül velük játszottam. Őtőlük már megint nagyon sokat tanultam. Őtőlük pedig a lakodalmas és a beatzene fortíjait tudtam megtanulni, hogy hogyan is kell ezt a műfajt jól csinálni. Nagyon sokat tanultam tőlük, és sok éven keresztül muzsikáltam velük. Lakodalmakban, bálokban, már mindenhol. A boldogságos nem egyformán még. Vannak, akik oly könnyen elérik, és vannak, akik elepedenek érte.
mégsem ragyog feléjük a fényem. Az én szívem egy rég kopott óra, mely mindig késik, mindig rosszul jár. Talán jobb, hogyha nem beszélek róla, lehet, hogy holnap örökre megáll. Egy kis település életét irányítod, jelenleg Kis Sikátor polgármestere vagy. Úgymond visszakanyarodtál a politikai pálya felé. Igen, igen. Én mikor eljöttem a minisztériumból, akkor úgy nem gondoltam, hogy ez még egyszer így lesz. De nekem a közélet az hiányzik. Közéleti munka az is, amit a hétköznapokban végül, vagy a sajtó is az, vagy a művelődési ház is az, de tényleg ez a kicsit ez a közelebb a politikához, ez mindig is vonzott engem. És itt a helyiek ösztönzésére én belevágtam 2010-ben, és elindultam a választásokon. Az előző polgármester, akivel nagyon jó viszonyban vagyunk, és ez elég ritka dolog, hogy polgármester az elődjével jó viszony, mi nagyon jó viszonyban vagyunk. Ő mondta, hogy ő visszavonul, tehát itt nem volt semmiféle harc, meg mit tudom, nem volt erről. Ő visszavonul, és akkor elindultam, még volt két ellenfelem, de hál' Istennek elég jó eredménnyel sikerült megnyernem a választást. Hát ezért abba kellett hagynom két dolgot, abba kellett hagynom a televíziózást, amit végtől szerettem csinálni, és abba kellett hagynom a zenélést is, mert egyszerűen ugye kicsi ez a falu, a főállású polgármestert nem tudja eltartani. Tehát ez csak az jöhetett szóba, hogy tiszteletdíjas polgármesterként irányítom a települést, és emellett megmarad a főállásom a művelődési házban. Most, hogy még emellett én a televízióban dolgozok, hétvégeken pedig menjek zenélni, egyszerűen fizikai képtelenség, és én még ha fáj is a szívem, de úgy gondolom, hogy jól döntöttem, mikor a két munkát abba hagytam, mert a művelődési házban és itt a másodállásomban, a polgármesterségben helyt állni éppen elég megterhelés, és nem lenne már időm és energiám még mást is csinálni. Hiányzik nagyon, meg hiányzik a stúdió, meg a televízió is nagyon-nagyon hiányzik. A muzsika az azért nem, mert azt azért otthon ott van a hangszerem, az mindig össze van rakva, és amikor úgy érzem, hogy na most valami miatt nagyon-nagyon kell, akkor nagyon rossz kedvem van, nagyon feszült vagyok, akkor leülök muzsikálni. Tehát engem az helyrehoz, meggyógyít. Leülök, fél órát játszom, és akkor úgy helyreáll a lelki békén. Polgármesterként 2010 őszétől itt Kis-Sikátorban dolgozom. Úgy gondolom, hogy egy olyan közösséget sikerül vezetnem, akik szívesen láttak, szívesen fogadtak, szívesen fogadnak, segítik a munkámat. Egy olyan közösség van Kis-Sikátorban, akikkel jó együtt dolgozni, mert mindenki jön, és ha valamit kitalálunk, hogy el kell végezni, akkor itt vannak, és segítenek, és tesztek azért, hogy nekünk a faluban jobb legyen.
Azon kívül, mint ahogy már említetted, hogy ma már csak saját magad örömére zenélsz, mi az, ami még ki tud ragadni a hétköznapi mókuskerékből, a mindennapok rohanó forgatagából, ami kikapcsol és pihentet? Mivel töltöd a szabadidődet? A zenélésen túl én nagyon szeretem a filmeket. Nagyon szeretem a régi magyar filmeket. Tehát én, amikor pihenni akarok, és akkor, tehát nem mondjuk nem aludni, hanem aktívan pihenni, akkor előkeresek, nagyon nagy gyűjteményem van régi magyar filmekből. Ez a régi, ez azt jelenti, hogy ez a 30-as, 40-es évek. 30-as évek főleg, 40-es évek eleje. Ez a Jávor Pál, Karádi Katalin, Szelecki Zita, Kabos Gyula időszak, tudod? És én ezeket a filmeket képes vagyok egy héten háromszor is megnézni, a Meseautót, vagy Fizessen Nagycsád, vagy mit tudom én, sorolhatnám. És nagyon élvezem. Tehát a filmnézés az egy nagyon fontos kikapcsolódás, és az olvasás. Nagyon szívesen olvasok. Könnyű dolgokat is, tehát krimit is, de nagyon szeretem a riportkönyveket például, azokat is nagyon szívesen olvasom. És az értékes irodalmat, a költészet. Én nekem a versek azok a mindeneim voltak, Ady Endre elsősorban, ő a legkedvesebb, és Pilinszky János a másik nagy kedvencem. Szerintem Ady Endrétől még mindig vagy 30 verset tudok. És ezt nem azért, mert én bebifláztam, hogy most meg akarom tanulni, annyiszor elolvastam, hogy benne maradt a fejembe. És még most is tudok nagyon sokat idézni ezek közül. Szívesen olvasom a verseket is még. Azok is kikapcsolódnak. Van egy nagy lányod is. Mi az, amit át tudtál örökíteni az ő számára a saját habitusodból? A lányomra nagyon büszke vagyok. Én úgy gondolom, hogy örökölte azt a érzékenységet és azt a humán érdeklődést, ami bennem is megvolt. Ő most Budapesten él az édesanyjával, és a Berzsényi Dániel gimnázium tanulója, ami egy tehetséggondozó gimnázium, ott klasszikus humán szakra jár, nagyon szereti, nagyon élvezi, verseket ír, nagyon jó fogalmaz, úgy gondolom, hogy nem sokára túltesző már az apján. És erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Gazdag életutat jártál be, rengeteg kihívással néztél szembe. Hogyan látod a jövődet? Milyen távlati terveid vannak? A legfontosabb, hogy ezen a két területen jól helyt tudjak állni, ahol most dolgozom. Ez Ózdon a közművelődés, és itt a faluban pedig a polgármesterség. Engem sokszor a szerencse is megtalált, amikor az életben. Kicsit sodródtam voltak időszakok, de mindig jó felé. És ahol mikor megkapaszkodtam, ahol bekerültem, ott mindig jól éreztem magam. Ott, én úgy gondolom, hogy engem is szerettek, és szeretnek, és én is így vagyok az emberekkel, a munkatársaimmal. Alapvetően én arra építem az életemet, hogy mindenkiben a jót keressem. És ha fordítva is így van, és bennem is elsősorban azt látják meg, hogy a jó szándék vezet, és azért leginkább azt tapasztalom, hogy így van, akkor jól tudok mindenkivel együtt dolgozni.